Szeretettel köszöntöm az irányvonal nézőit. Elmondhatjuk azt, hogy hát ha a Bibliát olvassuk, akkor nincs fontos és nem fontos kérdés, mert egy ilyen különleges, érdekes kérdés, de talán kevesek által észrevett dilemma, amit a hallgatónk, nézőnk küldött nekünk, egy ószövetségi és újszövetségi igehely harmóniájáról van szó, mert hogy az apostolok cselekedetében, amikor Jákob házáról ír a Biblia, akik aztán Egyiptomba mennek ugye József meghívására, akkor azt olvassuk, hogy más számot mond. Ugye kérdezünk azt mondja, hogy Jákob házával kapcsolatban az apostolok cselekedete 75 fősnek mondja Jákob családját, míg Mózes könyvében csak 70 főről olvasunk, miért a különbség a két szám között. Megmondom őszintén, én magam nem figyeltem volna fel erre a különbségre, de hát szerencsére vannak alapos olvasók. De így utána nézve néhány érdekes dolgot azért megfigyelhetünk a két feljegyzésben. A 75-ös szám arról szól, hogy József magához hivatta a 75 lélekből álló nemzetséget. Ezt olvassuk ugye az apostolok cselekedete könyve 7. fejezetének a 14. versében, miközben Mózes első könyvében, a 46. fejezet 27. versében 70 főről van szó. Tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy az ok nagyon egyszerű, mert hogyha megnézzük a két bibliai szakasznak az eredeti forrását, akkor azt látjuk, hogy a héber feljegyzésben, tehát Mózes első könyvében 70 fős Jákob családja, viszont az apostolok cselekedetében, ami a görög szövegre, azon belül is ugye a Septuagintára, tehát az úgynevezett 70-es fordításra, erre a Biblia fordításra, amit ugye körülbelül Jézus előtt 3. században készíthettek el, már 75 főre vonatkoztatják a Józsefhez Egyiptomba költöző jákobi család létszámát. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük a Mózes második könyve első fejezete 5. versének a szintén görög fordítását, akkor ott is a Septuagintánál 75 főre javították ezt a bizonyos 70-es számot. Tehát azt láthatjuk, hogy olyan, mintha a Biblia fordítók legalábbis a számok szintjén a pontatlanságnak élték volna meg az Ószövetség és az Újszövetség különbözőségét. Éppen ezért egy apró módosítással, hiszen nem valami nagyívű hitelvi kérdésről van szó, csak arról, hogy jaj, senki nehogy kimaradjon. A 75-ben biztos, hogy benne van a 70 is, egy kicsit igazítottak a szövegen. Minden esetre az ember, hogyha azt mondja, hogy ez lehet azért magyarázat is, vagy nem is kellő magyarázat, akkor létezik egy más megközelítése is a dolognak, hogy vajon a 75 hogyan állhat meg. Mózes második könyve első fejezete 5. versében ugyanis nem arról van szó, hogy kik voltak azok, akik Jákob családjaként Egyiptomba költöztek, hanem arról van szó, hogy összesen hány főből állt Jákob családja, tehát Jákob nemzetségének, utódainak a száma mennyi volt. És ilyen szempontból azért a 75-ös szám már valóban stimmel. Hiszen ne felejtsük el, hogyha Jákob az ő családjával, az ő fia József meghívására 70 fővel is költözött, de József ebből a számból hiányzik. Tehát 71, illetve József két fia is hiányzik, akikről itt Mózes első könyve 46. fejezetében szintén olvashatunk, tehát 72 és 73, hogyha számoljuk sorba, mint hogyha mondjuk egy hajó beszálló listáját számolnánk, hogy mindenki meglegyen, de a kettő híja még mindig megvan, éppen ezért fontos azt is figyelembe vennünk, hogy a költöző család esetében Júda törzsének, Júda családjának két utódja, két fia valószínű valahol a költözés tájékán meghalt, tehát a létszámban még benne vannak, 74 és 75, de igazából az életüket már nem élték le Egyiptomba. Azt mondhatjuk tehát, hogy részben akár a fordítások egy apró jelentéktelen különbsége lehet a magyarázat, illetve számszerűen, hogyha nem csak azt mondjuk, hogy darabra, hanem fontos valóban minden egyes ember, akkor azt is mondhatjuk, hogy József a két fiával, illetve Júda két fia, hiányzó fia, kiadja azt a számot, ami miatt egyáltalán a 75-ös szám felmerül. És valószínű, hogy aztán ezt harmonizálták,
a görög területeken élő zsidók, akik elkészítették ezt a fordítást, bár ugye maga a Septuaginta, a görög fordítása, 70-es fordítás története egy külön érdekesség, hiszen az alexandriai könyvtár nagyhatalmú létrehozója, Alexandria uralkodója tűzte ki azt célul, hogy Jeruzsálemből hív el bölcseket, nemzetségenként 6-ot, összesen 70-et, 72-t, hogy ők készítsék el ezt a fordítást, ezt a görög fordítást, hogy a korabeli világ világnyelvén, ami a mai nyelven angol lenne, akkor görög volt, szintén elérhető legyen Mózes 5 könyve, majd a későbbi időszak során a Biblia, az Ószövetség összes többi könyve. A munkálatok tehát így zajlottak le, és talán ennek is köszönhető, hogy az apostolok cselekedete írásakor már nem csak a héber iratot használták, sőt, talán mondhatjuk, hogy elsődlegesen nem azt használták, hanem Lukács és társai, a későbbi apostolok, Pál apostol írásaiban is ez egyértelműen kiderül, már ezt a harmadik évszázada elterjedőben lévő és nagyon népszerű görög fordítású ószövetséget használták. Így az apostol joggal és okkal a 75-ös számot használja Lukács, amikor a maga feljegyzéseit megörökíti. Hát én remélem, hogy nem volt fárasztó, és talán az érdeklődésünket is felkeltette, akár a bibliafordításokkal kapcsolatban, hogy milyen bibliája is volt az apostoloknak, de akár azzal kapcsolatban is, hogy milyen jó, hogy Istennél mindenki számon van tartva, és a 70 az bizony 75, mert Jákob házához Júda két fia, illetve József is a maga fiaival hozzátartozott. Kutassuk az igét, néha nagyon sok irányú és nagyon érdekes felfedezésekre tehetünk szert.